Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Hódmezővásárhelyi Megyejogú Város Közgyűlésének 2021. április 23-i véleményező ülésén megállapítom, hogy a megválasztott 14 képviselő közül jelen van 9 fő. Távolmaradását bejelentette 5 fő. És akkor ezzel a létszám 10 fő, ugye összesen a 15 fős közgyűlésből, tehát határozatképesek vagyunk. Tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy veszélyhelyzet fennállása alatt közgyűlési ülés nem tartható, a közgyűlés hatásköreit a polgármester gyakorolja, azonban a döntések meghozatala előtt a testület véleménye kikérhető. Erre tekintettel véleményező ülésre hívtam össze Hódmezővásárhely Megyejogú Város Közgyűlését a mai napra. És előre is köszönöm a járvány terjedésének megakadályozása érdekében való együttműködő hozzáállásukat, nyilván ez az online forma ezt biztosítja. A mai napra az önök részére napirendi javaslatként 3 nyílt napirendi pont szerepel. Szeretném megkérdezni, hogy a 3 napirendi, mindjárt felolvasom egy pillanat, csak azért, hogy egyértelmű legyen. Tehát az első napirendünk Hódmezővásárhely Megyejogúváros polgármesteri hivatala beszerzési szabályzatának módosítása. Második, a helyi autóbusszal végzett személyszállítás koncepciójával kapcsolatos döntésről való tájékoztatás, és a harmadik az Alföldi Szabadidő Egyesület támogatása. A napirenddel kapcsolatban bárkinek kérdése, hozzászólása van-e? Nekem lenne. Akkor hallgatjuk. Tisztelt polgármester úr, tisztelt véleményező ülés! Nagyon szomorú vagyok, hogy sajnos ezt a mai programot teljesen feljátszott egy olyan politikai pályára, amely méltatlanná teszi, hogy a vásárhelyi közgyűlésen továbbiakban részt vegyünk a mai nap, hiszen egy olyan döntést hozott a néhány héttel ezelőtt, mikor a saját sógorát juttatta egy megbízáshoz, ezzel kapcsolatban mi kifejeztük nem tetszésünket, most pedig reggel már láttam, hogy teljesen úgy interpretálja a mi részvételünket ezen a közgyűlésen, minthogyha az országos közbeszerzésekből bárkit ki akarnánk zárni, és ebben ön támogatnánk. Én azt gondolom, hogy a helyi közgyűlésnek elsősorban ezzel a várossal, a helyi történésekkel kellene foglalkozni, és nem örökké kitekinteni az országos politikára, és tulajdonképpen csak színpadnak használni a mi közgyűlésünket, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy azért lett összehívva ez a mai közgyűlés, hogy az országos kampány szerepléseit ön meg tudja ezzel dobni. Én azt gondolom, hogy ebben nem szeretnék részt venni, szeretném, hogyha helyi ügyekre koncentrálnánk, és ön nem egy pódiumnak használná a közgyűlést, úgyhogy úgy gondolom, elköszönök önöktől, és nem hiszem, hogy én szeretném ezt folytatni, amíg nem tudunk visszatérni ahhoz, hogy városi ügyekkel foglalkozzunk. Hát ez nagyon érdekes, ugyanis önök ugye eddig azt mondták, hogy támogatják ezt a rendeletmódosítást. Hát Cseri Tamás megfutott bátran. Én gondoltam, hogy amikor már láttuk, hogy a fideszes képviselők a mai napon nem vesznek részt, az eddig, ugye leegyeztettük az időpontot, tehát ők részt tudtak volna venni, de a ma reggeli posztom az valóban kiverte a biztosítékot, ugyanis én megkérdeztem azt, hogy ebben a Facebook posztban feltettem a kérdést, hogy akkor Orbán Viktor is lop-e. Hogyha a fideszes képviselők szerint ugyanis a rokonnak adott, vagy rokon által elnyert, inkább így mondom, hiszen senki nem adta, hanem elnyerte. Tehát a rokon által elnyert közbeszerzés, vagy ebben az jelen esetben egy közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés, az korrupciónak számít, akkor ők nyilvánvaló, hogyha ezzel egyetértenek és így gondolják, akkor Orbán Viktornak a veje, vagy éppenséggel Lázár Jánosnak az unokatestvérének az élettársa, vagy Matolcsi György kiterjedt rokonsága, és ezeknek a gazdagodása, az nyilvánvalóan összeférhetetlen a számukra, és szerintük is lopás. Nyilván ez egy olyan helyzet volt, amiből a Fidesz nem tudott jól kijönni, és ezért döntöttek úgy, hogy inkább megfutamodnak ettől a párbeszédtől, pedig nagyon sok érdekes kérdésem lett volna a fideszesekhez, csak hát tudjuk, hogy a nyílt vitát azért nem vállalják, mert teljesen vállalhatatlan, és menthetetlen, és kimagyarázhatatlan az ő álláspontjuk. Fideszes hirdetésben olvastam ugyanis, hogy ezt a rokon által elnyert beszerzést ezt ők mennyire korruptnak tartják, úgyhogy ezzel az én számomra teljesen egyértelműen korruptnak tartják Orbán Viktort és Lázár Jánost is többek között. Nyilvánvalóan Matolcsi Györgyről már nem is beszélünk. Nos,
közgyűlésünket, tehát akkor Cseri Tamás és valamennyi fideszes képviselő távolmaradásával fogjuk folytatni. Úgyhogy az első napirendi pontra térünk rá. Igen, bocsánat, napirendet nem szavaztuk meg, igaz? Nem. Jó, akkor először is a napirendet szeretném megszavaztatni. Most akkor 9 fő van jelen. Berényi Károly. Bocsánat, hogy nincs jelen pont. Akkor Kis Andrea. Igen. Márkizay Péter. Igen. Mester János. Igen. Fejes Péter. Igen. Galambos Kornélné nincs. Gyöngyösi Ferenc. Igen. Köszönöm. Gyutai Katalin. Igen. Horváth Zoltán. Nincs. Krupicer Ferenc. Igen. Lőkösné Nagy Sarolta. Igen. Ottlokán Mihály. Ottlokán Mihály? Igen. Igen, köszönöm szépen. Akkor, ha jól számolom, akkor 9. Így van, tehát a 9 igen egyhangú szavazattal elfogadtuk a napirendet. Úgyhogy az első napirendi pontunkra térünk. Hódmezővásárhely Medjegó Város Polgármesteri Hivatalának beszerzési szabályzatának módosítása. Felkérem dr. Tatár Zoltán jegyzőurat, hogy terje meg szóbeli előterjesztését. Tisztelt polgármester úr, tisztelt véleményező ülés! Az előterjesztésben a beszerzési szabályzatnak az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályait javasoljuk kiegészíteni. A javaslatban részletesen kifejtésre kerül, illetve körülírásra kerül az a személyi kör, aki egyrészt az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetve aki ajánlatkérő lehet a verseny, vagy nem lehet a verseny tisztaságának védelme érdekében. A javaslat tartalmazza egy melléklettel történő kiegészítést is, egy összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozattal, tehát az eljárás során mind az ajánlatkérő nevében eljáró személyeknek, mind pedig az ajánlattevőknek összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatot szükséges csatolni az eljárás irataihoz. Kérem a tisztelt véleményező ülést, szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy az előterjesztett anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, illetve szeretném bejelenteni, hogy ugye az apropója ennek a napirendi pontnak, a rendkívülélésnek egyaránt, az a támadás, ami a legutóbbi időben mindenféle fideszes fizetett hirdetésben azt az egy beszerzést érte, ahol 2,4-2,5 millió forintos árral egy utca tervezési megbízást a Sógor Nőmnek a férje nyert el, aki jelen van a közgyűlésen, tehát be tudjuk kapcsolni mindjárt. Szeretném is, hogyha megszólalna és elmondaná ennek a beszerzésnek a körülményeit, ennek a munkáról beszélne néhány szót. Tehát őtőle is lehet kérdezni bátran, bár sajnos a fideszes képviselők nélkül ez kevésbé tűnik izgalmas kérdésnek. Illetve általánosságban is azt gondolom, hogy a kérdés nyilvánvalóan eddig semmilyen szabályban nem ütközött, így lehetett az, hogy éveken keresztül Lázár Jánosnak a rokona az összességében milliárdos beszerzési és közbeszerzési pályázatokat nyert Hódmezővásárhelyen, ugyanúgy, ahogy Orbán Viktor édesapja 60-70%-os piaci ár, 60-70%-kal a piaci ár fölötti áraival is beszállít az állami projektekre. Orbán Viktor és családjának a bányái például, amikor a nyereségeket megnézzük, akkor érdekes, hogy 2010 előtt 100 millió alatt volt mindig a nyereségük, az osztalékuk. 2015 után pedig gyakorlatilag mindig 1 milliárd felett. Tehát ez a sokszorosára, több tízszeresére nőtt nyereség, ez érdekes összefüggésben lehet Orbán Viktor miniszterelnöki működésével. De mondhatnánk azt is, hogy Lázár János családjának a végtelenül sikeres pályázatai Csongrád megyei földbirtokszerzésnél, az állami földpályázatokon hasonló kérdéseket vett föl. Tehát teljesen jogos elvárás a társadalom részéről, hogy a vásárhelyi fideszesek nyilatkozzanak, hogy őket, ha ez a 2,5 millió forintos nyílt versenyben történt beszerzés zavarja, akkor nem zavarja-e
a megmagyarázhatatlan gazdagodása. A fideszes politikusoknak adózott jövedelemmel nem igazolható gazdagodása. Tehát, hogyha a tolvajpártnak, a tolvajoknak valami kifogása van a beszerzési gyakorlat ellen, akkor az a minimum, hogy eljönnek egy közgyűlésre és megszavazzák ennek a szigorítását. Végtelen lelkeserítő számomra az, hogy az aljas, alantas támadások mellett nyílt vitára, párbeszédre már nem hajlandóak kiállni, hiszen ezekre a kérdésekre nyilvánvalóan nem tudnak válaszolni. Megkérdezném nagyon szívesen a fideszes politikusokat, hogy ők mit szólnának ahhoz, hogyha én mondjuk a saját lányomnak kreálnék, csinálnék egy állást 300 000 forintos havi fizetéssel. Megkérdezném őket, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha a jegyző úrnak a családja 3 önkormányzati lakást vásárolna 40%-os kedvezménnyel, mint egy 20 millió forint haszonnal. Tehát nagyon sok érdekes kérdésre kellett volna válaszolni a fideszes képviselő uraknak, hölgyeknek. Nyilvánvalóan nem tudnak helyes választ adni, hiszen a lopásra nincs mentség. Nos, ezek után kérdezem a képviselőket, hogy van-e bármilyen kérdés, mielőtt Fónai Tibornak adjuk meg a szót, hogy beszéljen egy kicsit erről a munkáról. Bárkinek kérdése van-e? Jó, ha nincs, akkor én megkérem Fónai Tibort, hogy mondja el, hogy pontosan milyen munka volt ez, illetve hogy az elmúlt időszakban, mondhatnám, hogy inkább az elmúlt 30 évben milyen feladatokat végzett Hódmezővásárhelyen, és az elmúlt 3 évben milyen feladatot végzett Hódmezővásárhelyen. Tibor, parancsolj! Tisztelt véleményező közgyűlés, tisztelt polgármester úr, és üdvözlöm a közgyűlést követő nézőket is. Hát először is végtelen szomorú vagyok, hogy itt kell, hogy üljek, de hát így alakult az élet. Aki nem ismerne, én jelenleg 25 éve foglalkozom közlekedési létesítmények tervezésével, és ez alatt az idő alatt, 1997 óta nagyságrendileg olyan 150 projektben vettem részt, ami az önkormányzat megrendelésére készült, ami vagy közbeszerzés, vagy egyéb pályázat, vagy esetleg nagyobb projekteknek a altervezőjeként vettem részt. Csak érdekességképp néhány nagyságrendileg 50 kilométernyi belterületi és külterületi úthálózat tervezés, de nagyon sokaknak ismerős lehet például akár viszonylag elég régen történt, de az állapotát tekintve a Damjanics utca teljes hossza, ami a mai napig azt hiszem 18 éve terveztük, ez a Damjanics utca például olyan állapotban van, amire ma sem kell költeni, de még Rabcsák András polgármestersége idején terveztünk, nyertem közbeszerzést 30 kilométer útrekonstrukcióra. Ezen kívül Vásárhelyen rengeteg nem önkormányzati projektben vettem részt, ezek közül talán a legismertebbek például a kereskedelmi létesítmények, Tesco, Aldi, Lidl, ezeket tudnám említeni azért, hogy elmondjam, hogy én miket végeztem ebben a városban. Amióta Márki-Zay Péter a polgármester, azóta összesen egy pályázaton, ezen a bizonyos Szent Antal utcai pályázaton vettem részt. Valóban, amikor polgármesteri választották, akkor beszéltünk erről, hogy jó lenne, ha nem nyújtanék be pályázatot munkákra. Ez 3 évig így is történt, sőt, ezután az elnyert pályázat után is kerestek meg engem önkormányzatos munkával kapcsolatban részvételre, amiket én nem vállaltam el. Ezt az egyet vállaltam el olyan értelemben, hogy magát a pályázatot vállalom el, tehát adok be pályázatot tudnélik. Én hozzám nagyon is szorosan kötődik ez az utca. Én nekem például az első lakásom ebben az utcában volt, itt voltam fiatalházas, a lányom is ebben az utcában született. Tehát ilyen értelemben igenis kötődik hozzám ez a környék.
Még az is, hogy a Petőfi utcai általános iskolába jártam, és itt annak idején ez a Szent Antal utca nekem igazából mindennapos közlekedési útvonal is volt. A másik oldal viszont a szakmai oldal. Mindannyian tudjuk, hogy milyen a közlekedés a Szent Antal utcában, illetve az ehhez csatlakozó Petőfi utca, Kinizsi utca, Deák Ferenc utcai csomópont, és ez nekem évek óta mozgatja a fantáziámat, hogy kellene tenni valamit ezért ezért az utcáért, illetve ezért a csomópontért. Éppen ezért készítettem én teljesen saját magam idézőjelbe szórakoztatására különböző megoldási módozatokat, amiket aztán én meg is osztottam egyébként. Többek között meg is jelent, ha jól emlékszem, az önkormányzat weboldalán néhány elképzelés ezekkel kapcsolatban. Hozzáteszem, hogy mindezeket a dolgokért én soha nem kértem pénzt. Ezek pusztán azért születtek, mert engem szakmailag érdekelnek ezek a dolgok. És ezért erre az egy utcára azért is nyújtottam be pályázatot, mert azt szerettem volna, hogy ebben az utcában az az elképzelés valósuljon meg, amit én gondolok. Bocsánat, elfelejtettem kikapcsolni a telefont. Nagyjából ennyit egyébként. A pályázattal kapcsolatban pedig annyit, hogy egyszerűen regisztrálni kell nyíltan, ez alapján a pályázati felhívás után beadtam a pályázatot, amire egy hiánypótlás után kaptam az értesítést a Városfejlesztési Irodától, hogy az én ajánlatom nyert. Ennyi a történet, egy teljesen átlátható pályázat keretein belül. Hát röviden ennyit rólam, illetve erről a pályázatról. Köszönöm szépen. Jó, tehát ezt szeretném én is hangsúlyozni, hogy nyilvánvalóan semmilyen összeférhetetlenség nem állt fönn jelen esetben sem. Ami a legfontosabb számomra, hogy természetesen itt is, mint minden esetben, teljesen tisztességes és nyílt eljárás volt. A Fónai Tibor természetesen tudomásom nélkül, sőt, korábbi kérésem ellenére. Bocsánat, valahonnan hallatszódik a hang. Tehát tudomásom nélkül és kérésem ellenére adott be ugyan pályázatot erre, a pályázat szakmailag tökéletesen megfelelt, a bruttó összege, tehát a nettó az 2,5 millió forint volt, a bruttó összeg az 3 millió 48 ezer forint. Ez az ajánlati összeg, ez 571.500 forinttal volt alacsonyabb, mint a következő legjobb ár. Regisztrálásra 5 cég jelentkezett, és 3 küldött be árajánlatot, a 3 közül tehát messze a legjobb ajánlatot Fónai Tibor adta be, és semmilyen olyan indok nem volt, amivel őt ki lehetett volna zárni ebből a beszerzésből. Bocsánat. Tehát ebből adódóan nekem nem volt más lehetőségem nyilván, mint ezt aláírni, mellesleg a városanyagi érdeke ezt kívánta, a szakmai érdekek is ezt kívánták, bár én nyilvánvalóan azért nem örültem ennek, mert tudtam, hogy ebből támadás is lesz. Azt nem tudom, hogy mikor derült volna ki, vagy kiderült volna-e, hogy egy munkára adott esetben a Sógoron pályázott, de én a Gulyás Mártonnal folytatott beszélgetésemben a Partizán című műsorban magam nyilatkoztam erről, és beszéltem erről a dilemmámról és problémámról. Akkor, amikor egyébként rokoni kapcsolatokról kérdeztek, elmondtam, hogy természetesen rokonom nekem nem dolgozik az önkormányzatnál, szemben a fideszes vezetéssel, ahol, ahogy utaltam is rá, teljesen természetes volt, hogy a vezetőknek különböző rokonai, Lázár János unokatestvére vezető pozícióban volt, nem sorolom, nyilván nagyon sok aljegyzőnek rokonait voltak, és a többi különböző pozíciókban, tehát az akkori vezetésnek, egyébként a rokonai ma is itt dolgoznak nálunk, ugye Lázár Jánosnak az a nyilvánvaló valótlan állítása, hogy itt nem dolgozhatnak fideszesek, hát a most sajnos nem itt velünk lévő Bálint Gabriella például, fideszes képviselő az önkormányzatnál, és ő a kapcsolatközpontnak a vezetője, tehát ennyire képtelen és ilyen egyszerűen cáfolható hazugságokat még Lázár Jánosnak is azt gondolom kritikán alul és intellektuális képességeit megkérdőjelezhetővé tévő állítása volt ez. Nyilvánvaló, ahogy mondom, a korábbi fideszes vezetés rokonai ma is itt dolgoznak, a városért dolgoznak, tehát én azt gondolom, hogy ebben semmilyen
összeférhetetlenséget én nem látok, de tudom, hogy ha az én rokonaim dolgoznának itt, akkor tudom, hogy milyen alantas támadások érnének érte. Ezért is kérem azt a közgyűléstől, hogy támogassák azt, hogy rendeletileg is ezt tiltsuk, bemutassunk példát a Fidesznek, hiszen hogyha a Fidesz ezt a javaslatot támogatja és megszavazza, azzal egyben kimondja azt is, hogy ő szerintük Orbán Viktor korrupt. Orbán Viktornak ugyanis a veje, az édesapja nem gazdagodhatna állami megbízásokból. Én nagyon kíváncsi vagyok a helyi fideszesek nyilatkozatára, és nem is fogom azt békén hagyni addig, amíg ebben egyértelmű állást nem foglalnak. Hozzászólásra jelentkezett Fejes Péter, Lökösné Nagy Sarolta és Krupicer Ferenc, őket ebben a sorrendben fogjuk meghallgatni. Fejes Péter képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Tiszteletemet szeretném kifejezni Fónai Tibornak, azért is, mert elkötelezett a Szent Antal utca irányában, és tudta, biztos volt benne, hogy ő fogja beadni a legjobb pályázatot, már a régi kapcsolatok miatt is, ami az utcához köti. És még azért szeretném a tiszteletemet kifejezni. Most szeretném tiltakozásomat kifejezni. Fejes Péter félreérthetően fogalmazott, azt tisztázzuk, hogy azt nem tudhatta, hogy ő fogja beadni a legjobb ajánlatot. Azt tudhatta, hogy minőségileg a legjobbat adhatja be, de az árat azt ő nem tudhatta. Kérek, valóban félreérthető volt, valóban az ő saját meggyőződése szerint, akkor talán így próbálom módosítani. De igazából nem is ezt szerettem volna elmondani, hanem az, hogy én fölkértem a Tibort a Réz utca átalakítására, módosítására, felújítására, és minden segítséget megadott azzal, hogy hova forduljak, kihez nyúljak, merre menjek, de elzárkózott attól, hogy ő ebbe személyesen, aktívan részt vegyen bármilyen tervezéssel kapcsolatban. Tehát tartotta magát ahhoz, és azért mondom, hogy tiszteletem irányába, mert mikor elérkezett egy olyan pillanat, amikor a szíve csücske egy utca, akkor nem bírt ellenállni a kísértésnek. Ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lőkösné Nagy Sarolta képviselő asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Nem tudom, hallatszok? Olyan furcsán hirtelen eltűnt a kép. Itt tökéletes. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt véleményezőlés. Én is szeretném a magam részéről megköszönni Fónai úrnak, hogy pályázott. Ugyanis ugye ebben a városban az a szokás az utóbbi időben, hogy itt nyíltak a versenyek, és mindenki pályázhat. Polgármester úr nagyon sokszor elmondta azt, hogy függetlenül politikai hovatartozástól ebben a városban a legjobb pályázat kerül elbírálásra, és kerül ki győztesként a végén, és ezek szerint önök nagyon jól dolgoznak. Nyilván egy vállalkozás nem jótékonysági intézmény, tehát nem arról szól a történet, hogy haszon nélkül vesznek részt egy-egy pályázaton, hanem valószínűleg a tisztességes haszon az, ami az önök számára itt a pályázatok benyújtásánál megjelenik, nem pedig egy tisztességtelen haszon. És nekünk, városi képviselőknek úgy gondolom, hogy fontos érdekünk az, hogy a városunk a lehető legolcsóbban jusson hozzá ilyen szolgáltatásokhoz és munkákhoz. Hogy ebben ön ilyen sikeres volt, ez nyilván azt bizonyítja, hogy önök jól dolgoznak, és amiatt nem kell ennek úgy gondolom magyarázkodnia, hanem fogadni a gratulációkat. Én ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Krupicer Ferenc képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt véleményezőlés. Sok mindent szeretnék mondani, és nem is tudom, hogy sikerül-e mindent elmondani. Nem szeretném nagyon húzni az időt, de azért vannak gondolataim. Először is maximális tiszteletem nekem is Fónai Tibornak. Én több évtizede ismerem őt a zene kapcsán, és azt gondolom, hogy nyugodtan kimerem jelenteni azt, hogy soha nem kérkedett azzal, hogy ő Márki-Zay Péter rokona, soha föl nem hozta, hogy ő azért fog pályázni, mert Márki-Zay Péter a feleségének a sógora. Mereven elzárkózott mindig attól, hogy bármiféle politikát vigyen bármilyen dologba is, mert őt ez nem érdekelte, és nem azért pályázott most sem, mert Márki-Zay Péternek a rokoni kapcsolat az a tartozik a rokona. Ennek ellenére
nekem vannak aggályaim ezzel a javaslattal. Én úgy gondolom, hogy a korrupció többsége az nem rokoni kapcsolaton keresztül valósul meg, és azt gondolom, hogy a korrupció nem is függvénye annak, hogy rokon legyen az illető. Sőt, azt hiszem, hogy még nagyobbat lehet szakítani, hogyha valaki nem rokon. Hiszen a félsz ebben esetben, ami minden korrupcióban benne van, sokkal nagyobb, hogyha nem rokonról van szó. Arról nem beszélve, hogy ugye ismert a szólás, hogy a barátainkat megválogathatjuk, a rokonainkat nem. Tehát nem biztos, hogy egy rokon minden esetben partner lenne korrupcióra. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában azért, mert rokon, nem kellene kizárni a pályázatból. Ráadásul ez a szabályzat, ugye, ha ezt elfogadjuk, akkor sokkal szigorúbb paramétereket tartalmazna, mint maga a közbeszerzési szabályzat, ami egy kicsit furcsának tűnik számomra. Aztán arról is beszélhetnénk, hogy ez a gondolat szerintem sérti a vállalkozási szabadságot, hiszen mi módon működjön szabadon egy vállalkozás, hogyha bizonyos feltételek mellett nem vehet részt minden pályázatban, mert eleve kizárnak onnan belőle valakit, csak azért, mert valakinek a rokona. Aztán név nélkül szeretnék arra is utalni, hogy az elmúlt évben közgyűlés szavazott meg olyan támogatást, amely egyik képviselőnek a rokona által irányított sportegyesület kapta, és ennél jóval nagyobb összeget. Egy összegben is, de miután ez hosszú több évre szól, így évente sokkal több összeget kap, mint amennyit éppen most a Fónai Tibor kapott volna. Azt gondolom, hogy az sokkal irritálóbb lehetne, és akkor az gond nélkül átment, senkiben föl nem merült közülünk, hogy esetlegesen az korrupcióra adhat okot. Pedig a rokoni kapcsolat ott is megvan, sőt, az még lehet, hogy szorosabb is, mint ami éppen Márki-Zay Péter és Fónai Tibor között fennáll. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez nem lenne helyes, ha így megszavaznánk. Javaslom, hogy gondolkodja el mindenkire, köszönöm szépen. Hát ezt néhány információval szívesen kiegészítem, ugyanis eddig nem gondoltam nyilván erre, de akkor mondjuk ki, horvát képviselő úr maga a HFC-nek a vezetője, ahol a felesége is vezető alkalmazásban volt. Horvát képviselő úr nyilvánvalóan tartózkodott a szavazáson, de természetesen döntéshozó pozícióban van, és nyilván megszavaztuk az ő általa vezetett sportegyesületnek a 3,5 millió forintos támogatást ősszel, és előtte nem sokkal megszavaztunk egy 10 millió forintos éves szerződést is ugyanennek a sportegyesületnek a stadion működtetésére. Tehát, és nem gondolom, hogy ebben bármilyen korrupció lenne, de valóban jogos fölmerül akkor, hogy ezt hogyan minősítené mondjuk a fideszes képviselőtestület. Hát ha már korrupcióról van szó, akkor valóban nem mehetünk el amellett sem, hogy amikor minden más országban a védekezésben résztvevő önkormányzatokat támogatják, Ausztriában például milliárd eurókkal támogatták az önkormányzatokat, addig Magyarországon az önkormányzatoktól súlyos milliárdokat vontak el a járvány alatt, a védekezést nehezítve. Az, hogy mennyire ígéreteitek nem megfelelően kezelik a járványt, azt látjuk, hogy Magyarországon hal meg a legtöbb ember, halálozásban világelső a Covid alatt, Orbán Viktor, és ez bizony semmi mással nem magyarázható, mint a kormánynak az inkompetenciájával, meg a lopással. Hiszen azt se felejtsük el, hogy amikor 1400 körüli ember volt maximum lélegeztetőgépen, és mondjuk Ausztriában, ahol egy ennél sokkal súlyosabb betegeket ápoló kórházban 75%-a túléli a műtüdős lélegeztetést is, addig Magyarországon 95%-a a lélegeztetett betegeknek meghal. Tehát nyilvánvalóan teljesen inkompetens kormányunknak köszönhetően halnak meg a magyarok legnagyobb arányban az egész világon, és ez nem független attól sem, hogy például a vakcinák, amivel támadta, bocsánat, a lélegeztetőgépről azért nem menjünk el amellett sem, hogy Szlovéniában a kormány belebukott, a fél kormány belebukott egy beszerzésben, amikor egy adott szlovén beszállítótól egy adott típusú berendezést 12,7 millió forintos áron vásároltak, nyilvánvaló hatalmas korrupció lehetett a botrányban.
ugyanettől a beszállítótól, ugyanezt a típusú készüléket Orbán Viktor kormánya 17,2 millió forintért vette, azaz nem tudjuk, hogy a szlovének mennyit loptak rajta, de hogy Orbán Viktor és bandája 4,5 millió forinttal többet lopott minden egyes lélegeztetőgépen, azt tudjuk. És hiába volt bejelentés, itt Magyarországon Polt Péter ügyészsége ebben az ügyben semmit nem nyomozott. Tehát amikor a járványhelyzetet is csak lopásra használják ki, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy az egész világon a legtöbben Magyarországon halnak meg a Covid-ban. Borzasztó ezt kimondani. Tehát nem csak, hogy iszonyatosan korrupt a kormány, hanem emiatt halnak meg magyarok tízezrei. 25 ezer honfitársunk vesztette életét, köztük nagyon sok személyes barátom, ismerősöm, sajnos képviselőtársunknak az öccse is. Tehát hihetetlen, hihetetlen, hogy ez a korrupció az ember életekbe is kerül, és szemtelenül szőnyeg alá söpörnék ezeket a problémákat, és most is nincs bátorsága a képviselőknek itt lenni és beszélni erről. Támadni aljas módon, hazudozni Facebook hirdetésekben és újsághirdetésekben és szórólapokon, azt tudnak. Tisztességes nyílt vitára, érveket, tényeket egymásnak feszítve, sorakoztatva, arra nem képesek. Lázár János ugyanez, nyilvánvaló hazugságokat mond, de egy nyílt vitára nem mer kiállni. Ilyen gyáva emberrel nem lehet arról se beszélgetni, hogy honnan van a kastélya. Tehát az a korrupció a legnagyobb probléma Magyarországon. Azért gondolom, hogy nekünk is ezzel foglalkoznunk kell. Eddig is példát mutattunk, és ezután is példát fogunk mutatni itt Hódmezővásárhelyen, és elvárjuk, hogy a Fidesz ezt a példát, ezt kövesse. Orbán Viktor családjáról már említést tettem, Orbán Viktor édesapja magas árakkal, hatalmas állami beszállításokon milliárdos hasznot realizál. Orbán Viktor veje, Tiborcz István, itt Hódmezővásárhelyen kezdte azt a fényes karriert, ami 11 milliárdos beszerzésekhez, állami pénzekhez juttatta őt a közvilágítás korszerűsítése kapcsán. Lázár János saját maga dicsekedett azzal, hogy ezt a projektet Tiborcz úrral ők ketten indították el. Nos, ez a sikeres projekt az Európai Unió csalás elleni hivatala az OLAF szerint bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás volt, magyarul korrupció. Ezzel a váddal továbbították a magyar hatóságoknak nyomozásra az ügyet, akik nyomozás hiányában lezárták. Semmilyen érdemi nyomozást a magyar hatóságok Orbán Viktor veje ellen el sem indítottak. Az Európai Uniós hatóságok szerint korrupció volt, csalás volt, Orbán Viktor a saját veje ellen minden ügyet elásott, eldugott, és ettől az ügytől egyáltalán nem függetlenül 33 éves korára Tiborcz István Magyarország 33. azt hiszem leggazdagabb embere lett 35 milliárdos vagyonnal. Tehát amikor ilyen szégyentelen lopás megy Magyarországon, ezer éves magyar történetünk legkorruptabb kormánya uralkodik, akkor a fideszes képviselőknek megfutamodni egy korrupcióról szóló vitáról az nem tisztességes, nem korrekt, és mutatja, hogy megérett a helyzet a Fidesz leváltására. Soha többet nem akarunk Fideszt Hódmezővásárhelyen, soha többet nem akarunk lopást és tolvajlást Hódmezővásárhelyen. Egy nagyon eklatáns példát mutattam be a napokban. Arról, hogy Lázár Jánosnak, az unokatestvérének az élettársa, aki most is dolgozik a városnak. Csak most 30%-kal olcsóbban, mint a fideszes időkben. Ugyanazt a szolgáltatást 30%-kal olcsóbban végzi el. Hogy most nagyon büszke vagyok rá, hogy telepítettünk újabb 6 biztonsági kamerát, térfigyelő kamerát a Bibó utcában, Hódmezővásárhelyen 2 oszlopra. 2,4 millió forintért összesen a 6 kamerát, azaz mintegy 400 ezer forintos egységáron. 400 ezer forint per kamera. És ez egy igen bonyolult összetett telepítés volt olyan helyen, ahol nincs üvegszálas optikai hálózat. Képzeljék el, hogy Lázár János idején, Almás István idején ugyanez a vállalkozás átlagosan 2,6 millió forintért telepítette a kamerákat. Tehát egyetlen egy kamerát is átlagosan többért telepített, mint most 6 kamerát összesen. Ugyanaz a cég? Hát erre sincsen tisztességes magyarázat. És nem az a baj, hogy Lázár János rokonságáról van szó, hiszen itt van egy csomó cég, amely mind Lázár János beszállítói köre. Ugyanannak a beszállítói körnek osztották ki az óvodafelújítások beszerzését, a rendelők felújítását és mindent, és nagyon-nagyon fölmerül teljes alapossággal megvizsgált ezt Horváth András ezt a beszerzést, és sok más beszerzésünket is, nem véletlenül
minősítette a Korrupció Kutató Intézet Hódműző Vásárhelyet a Fideszes Irában Magyarország legkorruptabb, korrupciógyanúsabb önkormányzatának. Itt van például az említett cégnek az ajánlata egy olyan munkára, ahol a maximális fizethető becsült összeg 17.971.000 volt, ott Lázár János rokona 17.966.000 forintot. Tehát mindössze 5.000 forint, kevesebb, mint 5.000 forintra eltalálta egy 18 milliós beszerzésnek a maximális összegét. Képzeljék el. A következő, amikor ugyanez a cég nyert Szabadságtéri óvoda korszerűsítésére, a maximális ár 18.121.000 forint lett volna, hát ez a cég 18.117.000 forintot adott. Alig 4.000 forinttal alacsonyabbat. 18 milliós tételnél 4.000 forintra sikerült neki eltalálnia a maximális összeget. Képzeljék el. Ugyanez a cég a Klauzál utcai óvoda korszerűsítésére 32.943.000 forintos ajánlatot adott, 32.945.000 forintos maximált ár mellett. 2.000 forint, 30 milliós munkánál 2.000 forint pontossággal eltalálta, hogy mi lehet a maximális összeg. Következő a Széchenyi tér 19 szám alatti orvosi rendelő felújítása. A maximális összeg lehetett volna 51.546.000 forint. Lázár János rokona 51.531.000 forintot. Egy 50 milliós munkánál 15.000 forint pontossággal találta el, hogy mi lehet a maximális ár. Jó, hát ennél még látványosabb az, hogy például az óvoda beszerzéseknél a nyertes pályázó mindig csak két pályázó volt egy-egy óvodára, ugyanazt a néhány céget hívták meg, leszűkítették a versenyt, és mindig tudta mindegyik, hogy melyikre kell pályáznia, és milyen ajánlatot kell adnia, még véletlenül se adott, amit nem ő nyert, arra véletlenül se adott 48 hónap garanciát, hanem mindig 36-ot adott, amit ők nyertek, még véletlenül se 36-ot, hanem mindig 48 hónapot adott. Miért van az, hogy ugyanaz a cég az egyik óvodára 36 hónap garanciát vállal, a másikra 48-at? Honnan tudhatták ők előre azt, hogy melyikre mit kell adni? Hogy mindig csak kettő pályázhat. Nos, ez az óriási különbség. Fónai Tibor úgy nyerte el vakon ezt a pályázatot a Szent Antal utcára, hogy a város 20%-nál nagyobbat, 571.000 forintot nyert ezen a pályázaton, hiszen ennyivel volt alacsonyabb az ő ára, mint a következő legjobb ár. Míg Lázár Jánosnak a rokona az 1%-on belül eltalálta mindig a maximális árat, amennyi pénzt el lehetett vinni, azt mind elvitte valahonnan. Egy olyan árat talált el 1% pontosággal, amiről hivatalosan semmilyen tudomása nem lehetett. Egy olyan pályázat volt, ahova meghívták egy adott szűkkört, olyan is volt, amikor meghívtak, három céget hívtak meg egy építőipari munkára, az egyikük egy vendéglátóipari cég volt, kőművesese volt, nem is pályázhatott. A másik két cég pedig ugyanannak a tulajdonosnak a két cége volt. Így nagyon egyszerű Lázár Jánosnak a baráti körének pályázatokat nyerni. Tehát azt az iszonyatos korrupciót, amit ebben a városban megtapasztaltak a vásárhelyek az elmúlt évtizedekben, az elmúlt három évben egy teljesen tisztességes, becsületes, nyílt verseny váltotta fel, ahol rendszeresen nyernek Lázár János rokonai és barátai és üzletfelei is, de mindig tisztességes versenyben, mindig verseny alapon vannak kiválasztva ők is és bárki más. Én azt gondolom, hogy mi ezzel már példát mutattunk az országnak. Én azt remélem, hogy Hódműzővásárhely példáját nagyon sokan fogják követni, és azt is remélem, hogy egy év múlva Magyarország egy olyan új kormányt fog választani, amelyik nem szervezi és műveli a korrupciót, ahol nem a rokonok és a barátok gazdagodnak iszonyatos mértékben, hanem az ország gazdagodik. Ha nincs további kérdés, hozzászólás a képviselők részéről, akkor indítványozom azt, hogy ezt a napirendet vegyük le, ezt a témát vegyük le a napirendről. Én személy szerint ugyanis nagyon csalódnék akkor, hogyha a Fidesz nem nyilváníthatna véleményt ebben a kérdésben, hiszen ők azok, akik ezt a tisztességes beszerzést mindenféle korrupciónak próbálják beállítani, míg a saját látványosan korrupt beszerzéseiket, tehát azt a fajta korrupciót, ami itt ment ebben a városban, azt tisztességes embernek a gyomra nem bírja elviselni. Az a Fidesz, amelyik ezt végig asszisztálta, a tolvajpárt, most megfutamodik a véleménynyilvánítás elől, ezt én nem fogadom el. Javaslom, hogy vegyük le a napirendről, és a fideszes képviselőknek legyen kötelezően megnyilvánulása ebben a témában, szavazzanak erről a kérdésről. Képviselőtársaim véleményét kérem, és utána szavazásra bocsátanánk ezt a javaslatot. Fejes Péter. Köszönöm szépen. Pontosan ezt szerettem volna mondani,
hogy úgy tűnik számomra okafogyottá vált ez a napirendi pont. Ezt a cinizmust, ezt az arroganciát, amit a fideszes képviselők ebbe az esetbe tanúsítottak, ezt nem lehet másképpen, mint úgy, hogy leveszük ezt a napirendi pontot, és utána következőleg, mikor visszahozzuk, akkor név szerinti szavazással szinte rákényszerítjük őket arra, hogy nyíltan vállaljanak ebbe az ügybe személyesen véleményt. Ezt gondolom, hogy talán itt most ez az egy megoldás van. Köszönöm. További kérdés, hozzászólás van-e? Ha nem, akkor szavazásra bocsájtom, hogy vegyük le a napirendről ezt a pontot. Berényi Károly, nincs, ugye? Kis Andrea? Igen. Márkizai Péter, igen. Mester János? Maximálisan egyetértek vele, vegyük le a pontot, igen. Fejes Péter? Igen. Gyöngyösi Ferenc? Igen. Gyutai Katalin? Igen. Horváth Zoltán, nincs. Krupicer Ferenc? Igen. Lőkösné Nagy Sarolta? Igen. Otlokán Mihály? Otlokán Mihály? Igen, technikai probléma szokott lenni, de mindesetre 8 szavazattal, addig is, amíg Otlokán Mihály szavazatát nem ismerjük, 8 igen egyhangú szavazattal elfogadtuk, hogy levesszük a napirendről. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a fideszes megnyilatkozásokra. Ahogy mondtam, föltettem néhány kérdést, hogyha a jegyző úrnak a családja 3 lakást vásárolna 20 milliós kedvezménnyel a várostól, akkor azt ők minek minősítenék, hogyha én felvenném a saját lányomat 300 000 forintos fizetéssel a városhoz, azt minek minősítenék, és hogyha ilyen föltűnően előre leegyeztetett, irányított közbeszerzéseket csinálnánk, mint Lázár János idején volt, azt minek minősítenék. Második napirendi pontunkra térünk. A helyi autóbusszal végzett személyszállítás koncepciójával kapcsolatos döntésről tájékoztatás. Felkérem dr. Tatár Zoltán jegyző urat, hogy tegye meg a szóbeli előterjesztését. Tisztelt polgármester úr, tisztelt véleményező ülés! Ahogyan a tisztelt képviselők előtt is az ismert, a helyi autóbusszal végzett személyszállítás koncepciójának módosítása tekintetében elfogadásra került a közlekedés szervezési feladatok ellátásáról és a közlekedés szervező kijelöléséről szóló 5/2021-es önkormányzati rendelet módosítása, amelynek alapján 2021. május 1 napjától a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRT lesz a közlekedés szervező. Ennek az átszervezésnek a következő lépése a helyi autóbusszal végzett személyszállítási koncepció aktualizálásával kapcsolatban a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZRT felkérése az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység vonatkozó engedély megszerzésére. Jelenleg a HMS NZRT feladatkörében található a járműflotta kezelése, ezért is célszerű a jövőre nézve a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság útján ellátni a helyi tömegközlekedést. Ezáltal egy a helyi társadalmi elsősorban utas visszajelzések, igények hatékonyabb, rugalmasabb reagálására lenne lehetőség. Fentiek alapján a ülés előtt a dolog sürgősségére tekintettel felkérésre került a HMS NZRT igazgatósága az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységi engedély igényléséhez szükséges intézkedések előkészítésére, és ezek megvalósítását követően az engedély iránti kérelem benyújtásának ügyintézésére. Az engedély megszerzéséhez szükséges fedezet az önkormányzat költségvetésében tervezésre kerül értelemszerűen. Polgármester úr az erre vonatkozó határozatot, polgármesteri határozatot kiadta, az igazgatóság tudomásom szerint már döntött is az ügyben. Erről szerettük volna a tisztelt képviselőket és a nyilvánosságot tájékoztatni, természetesen az előterjesztésről már szavazni nem kell, de szívesen fogadjuk a tisztelt képviselők véleményét, kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét. Igen. Köszönöm szépen. Képviselő hölgyeknek, uraknak, bárkinek van a kérdése, hozzászólása a kérdéshez. Addig is, amíg nem látok jelentkezőt, elmondom, hogy tehát a városban március 1-től 3 napon keresztül működött az ingyenes óránkénti optimalizált útvonalon
városkártyával használható, modern, korszerű és lakossági igényeket maximálisan figyelembe vevő tömegközlekedés, buszjáratok. Abszolút törvényellenesen és jogtalanul a fideszes kormányhivatal ellehetetlenítette ezt a működést. A Fidesz kampányban hazudta azt, hogy bármiféle műszaki probléma merült volna fel, hiszen ilyen nem történt. A buszoknak természetesen minden engedélye megvolt, birtokában volt, az engedélyeket csak azután vonták vissza, miután kétszer is jogtalanul 100 000 forintra bírságolták, majd a teljes engedélyét bevonták a vállalkozónak, ezzel ellehetetlenítve nem csak az ingyenes óránkénti buszjáratokat vásárhelyen, de még a 130 gyermeket kiszolgáló iskolabuszjáratokat is. Ezt a végtelen aljasságot természetesen jogilag megtámadtuk, kifogásoltuk, ugyanerre az útvonalra, ugyanezekkel a feltételekkel kijelöltük, kényszerkijelöléssel szolgáltatónak a Volánbuszt, aki azóta sem ezt a szolgáltatást nyújtja a kéréseink ellenére. Megkértük az azonnali jogvédelmet a Csongrád megyei bíróságoktól, ezt 15 napon belül meg kellett volna adják. Nem is válaszoltak rá, húzzák az időt. Most legújabban a Csongrád megyei kormányhivatal, Juhász Tünde által vezetett kormányhivatal saját magát elfogultnak nyilvánította ebben a kérdésben. Nyilván, hogyha ők mondták ki, hogy elfogultak és nem alkalmasak ennek az ügynek a vizsgálatára, az nagyon komoly gyanút vett föl, hogy amikor március 3-ával bevonták az engedélyét ennek a szolgáltatásnak, azt teljesen tisztességtelenül tették. Mi minden esetre mindent meg fogunk tenni a jövőben is azért. Ha más nem, egy kormányváltás után ez a buszjárat el fog indulni Hódmezővásárhelyen, amikor nem egy pártállamban élünk, amikor a vásárhelyi embereknek sok esetben fejenként 50 000 forintot megspóroló éves szinten járatainkat, más idős embereknek az unokáikkal való találkozást, a bevásárlást, a piacozást, a vasárnapi istentiszteleten való részvételt, lehetővé tevő szolgáltatásokat a Fidesz ellehetetlenítette abszolút politikai jogból, pártállami módon, saját törvényeiket sem betartva. Tehát még egyszer mondom, ha más nem, a kormányváltás után ezt mindenképpen be fogjuk vezetni, de addig is küzdeni fogunk minden lehetőség. Ilyet igénybe veszünk szervezéssel is, akár a saját vállalatunk, akár buszokat fog vásárolni a város, és saját magunk fogjuk ezt megcsinálni. Nem fogjuk abba hagyni, és nem fogjuk tűrni azt, hogy Lázár János és Juhász Tünde ellehetetlenítsék a vásárhelyi embereknek a boldogulását. Kérdés, hozzászólás Krupicer Ferenc részéről érkezett, parancsoljon képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr. Csak egy kérdéssel élnék, hogyha lehet, hogy vajon van-e arra lehetőség, hogy ha már kényszerkijelölésről van szó, és ugye magában a nevében is benne van, hogy kényszer, akkor van-e valami lehetőség arra, hogy a volánt mégiscsak rávigyék arra, hogy azon az útvonalon közlekedjen, amely kijelölésre került, hiszen ezzel a lakosság sérül. És azért mégiscsak felháborító, hogy olyan szolgáltatástól vonják meg a lehetőséget, amely csak segíten a lakosoknak. A város igen nagy területen fekszik, és a külterülete, a város peremén élők nagyon nehezen közlekednek a városban. Sok idős emberről, aki már nehezen közlekedik kerékpárral, gyalog, meg pláne nem tudnak bejönni a városközpontba, vásárolni, bevásárlóközpontokba, kórházba. Van-e valami lehetőség arra, hogy mégiscsak rávegyük a volánt, hogy azon az útvonalon járjon, amely ilyen kellene? Köszönöm szépen. Képviselő úr maga abban az illúzióban él talán, hogy jogállamban vagyunk. Egy jogállamban lenne ilyen lehetőség. Legközelebb az Orbán kormány leváltása után lehet jogállam Magyarországon, addig maffia kormány van. Azt látjuk sajnos, hogy a bíróság a saját törvényét nem tartja be. Én személyesen megtapasztaltam, hogy koncepciós perekben döntenek a nyilvánosság kizárásával, a védelem tanújának a kizárásával, abszolút logikátlan és fölháborító védekezéssel. Tehát ebben az országban a fideszesek megerőszakolhatnak kiskorú fiatalokat is akár, akkor se fognak börtönbe menni, hogyha autóbalesetben felelősek másnak a haláláért, akkor sem fognak börtönbe menni, a lopásról nem beszélve. A családjuk gazdagodhat, saját maguk gazdagodhatnak, a legnagyobb fölbirtokosok lehetnek, bankokat, erőműveket, gázhálózatot, mindent maguknak, saját maguknak visznek el dohánykereskedelemtől. Most már hamarosan kitiltják a Tesco-t, az Aldit és a Spárt is, csak azért, hogy kénytelenek legyünk az ő boltjaikban vásárolni. Itt nincsen jogállam, de ettől függetlenül mi természetesen nem adjuk fel ezt a küzdelmet. A kényszerkijelölésre igen, a Volánbusznak természetesen aszerint kellene eljárni, ahogy mi kértük. De tessék megnézni, egyébként nagyon kedves úriember volt, akivel elbeszélgettem, de egy fideszes utasításokat követő ember a Volánbusznak a jelenlegi igazgatója. Mondom, telefonon beszéltem én vele, nagyon kedves, szimpatikus, és soha nem fogja azt csinálni, amit a párt nem enged meg neki.
Jovány Gyulát viszont, aki egy nagyon jó javaslatot tisztességes versenyben, a következő ajánlatnál 10 millióval olcsóbban, a Volán busznál 20 millióval olcsóbban elvállalt, Jovány Gyulát fideszes politikai bosszú hadjárat érte, nem adják ki, egész péntek délelőtt ott várakozott Juhász Tündére várt, hogy kiadja az ő iskolabuszos engedélyét. 130 gyermeknek az iskolabusz szolgáltatását lehetetlenítik el. Azzal természetesen nem adták ki az engedélyét. Tudomására hozták azt is, hogy soha semmilyen, egyik buszra sem fog engedélyt kapni, nem fogják engedni, hogy ezt a szolgáltatást csinálja. Gyakorlatilag értésére adták, hogy őt tönkre fogják tenni, ki fogják csinálni. Egy tisztességes vállalkozót, annak a családját, a sofőröket, a sofőrök családját teszik tönkre pártállami bosszúból. Egyszerűen azért, mert nem tűrik el, hogy itt tisztességes verseny, piacgazdaság legyen, hogy a lakosoknak bármi jó lehessen vásárhelyen. 33 csengettyű közi lakás története ugyanez, egy magát családbarátnak hazudó kormány 33 gyermekes családtól veszi el a lakhatás, tisztességes lakhatás lehetőségét vásárhelyen. Én nem látok más lehetőséget, ezt a kormányt, ezt békésen vagy erőszakol, de el kell zavarni, történelem szemétdombjára fognak kerülni, és utána lesz egy tisztességes, becsületes ország végre Magyarországon. Kérdés, hozzászólás van a képviselők részéről? Nincs? Akkor köszönöm szépen, harmadik napirendi pontra térünk. Alföldi Szabadidő Egyesület támogatása. Felkérem dr. Kis Andrea alpolgármester asszonyt, hogy tegye meg a szóbeli előterjesztését. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, az Alföldi Szabadidő Egyesület támogatási kérelme a pályázati felhívásnak megfelelően megérkezett, azonban az előző egyeztetésen nem került megtárgyalásra. Az Egyesület egy általa használt önkormányzati tulajdonú ingatlan nyilászáróit korszerűsíteni, erre igényel 500 000 forintos támogatást. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy, illetve polgármester urat, hogy a döntést meghozni szíveskedjen ez ügyben. Nagyon szépen köszönöm. Az előterjesztett anyaggal van-e bárkinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Jó, amennyiben nincs, akkor nyilván itt az előző héten már döntöttünk a civil szervezetek támogatásáról. Ez az egy eset, ez sajnálatos módon kimaradt és jogosan reklamált a szervezet, tehát az ő kérésükre most pótlóak visszük be. Szerencsére maradt annyi keret még az előző héten, amiből egyébként ez az igény, ez kielégíthető. Amennyiben a számokat jól mondom, akkor itt egy 700 ezernél nagyobb beruházást terveznek megvalósítani önkormányzati ingatlanon. A beruházásnak egy jó részét magánadományokból fizetik, és a munkadíját is úgy tudom, hogy felajánlásból van. Tehát a város jelen esetben nem pénzt oszt, hanem pénzt kap. Nekem ez egy rendkívül szimpatikus felállás, tehát bárki, bármikor, amikor a városnak pénzt akar hozni, akkor jelentkezzen és örömmel fogadjuk. Kérdés, hozzászólás, kérdés van-e képviselők részéről? Amennyi, igen, tessék parancsolni a Lőkösné, Nagy Sarolta képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt véleményezőlés, csak tájékoztatásul szeretném mondani, hogy a múlt héten a 15 millió forintos keretből 14 millió 265 ezer forint támogatást szavaztunk meg a civil szervezeteknek és sportegyesületeknek, úgyhogy itt van egy 735 ezer forintos keret, ami még rendelkezésre áll. Úgyhogy a fedezet az megvan ennek a pályázatnak a finanszírozására, csak ezt szerettem volna mondani. Igen, köszönöm szépen. Valóban 500 000 forintos összeg, az belefér ebbe a 700 000 forintos maradványba. Ha nincs további kérdés, akkor én szavazásra bocsájtom. Kis Andrea. Igen. Márkizay Péter. Igen. Mester János. Igen. Fejes Péter. Igen. Galambos Kornélné. Nincs. Gyöngyösi Ferenc. Igen. Gyutai Katalin. Igen. Horváth Zoltán. Bocsánat, én nincs. Krupicer Ferenc. Igen. Lőkösné Nagy Sarolta. Igen. Ottlokán Mihály. Igen. Szuper. Ottlokán Mihálynak megkérhetem el, hogy az előző szavazásunk az elnapolásról, ott nem hallottuk a szavazatát. Igen. Igen. Jó, köszönöm. Akkor ott is 9 szavazattal, tehát így pontosítjuk, kiegészítjük majd a jegyzőkönyvet. Jelen esetben úgy szintén 9 igen, egyhangú szavazattal elfogadtuk
a harmadik napirendi pont határozati javaslatát is. Ezzel a rendkívüli ülésünk végére értünk. Én valamennyiüknek hálásan köszönöm a részvételt. Rendkívüli módon csalódott vagyok, hogy a Fidesz ígérete ellenére nem vett részt a mai rendkívüli ülésen, és meg fogjuk várni őket azzal a határozati javaslattal, az a rendet módosítással. Ennek ellenére mindenkit arra kérek, az én közvetlen rokonaimat mindenképpen, vagy rokonaim rokonait, hogy lehetőleg az én kérésemre ne pályázzanak, ne vegyenek részt városi beszerzéseken. Ezzel nem azért, mert természetesen tudom, hogy teljesen tisztességes és verseny alapon történik mindez, de látjuk azt, hogy a Fidesz milyen aljas, nemtelen támadásokra használná ki ezt is, ahogy megtette ezt a jelen esetben is. Ezért nyújtottam be a mai javaslatunkat az adminisztratív kizárásról is, amit a Fidesz nem volt hajlandó elfogadni, elfutott a nyílt vitáról és a beszédről, tehát úgy látom, hogy ők nem kifogásolják. Fizetett hirdetésben hazudozva, igen. Ja, bocsánat, én Facebookon láttam egy hirdetést, amiben most a privátszférában említett sógoromat és a jelen úttervezésben érintett sógorom férjét azonosítják be. Hát azt elfelejtették, de mindegy, a katolikus nagycsaládos Farkas Róbert sógorom, a húgomnak a férje, ő volt az, aki annak idején 3 évvel ezelőtt segített nekem a kampányban, nyilván részben nagyjából leginkább, hogy ő volt a könyvelője az akkori adományoknak. Nem ugyanaz a sógor, mint aki most pályázott, semmi köze nincs egyébként sem egyiknek a másikhoz, de még ezt sem sikerült nekik eltalálniuk. Szóval mindesetre nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Fidesznek csak a szája jár, vagy hajlandóak is javasolni azt, hogy akkor a sógor ne nyerhessen pályázatot, a vő ne nyerhessen állami beszerzéseket, miniszterelnök édesapja ne gazdagodhasson meg állami projekteken. Nagyon kíváncsi vagyok a Fidesz véleményére. Volt néhány ilyen kellemetlen kérdés már. Ugye annak idején Szabó Tímea javasolta a parlamentben, hogy Soros tanítvány ne lehessen miniszterelnök. És érdekes módon a Fidesz nem szavazta meg. De valamiért nem támogatták ezt, hogy Soros tanítvány, Soros ügynök ne lehessen miniszterelnök. Ezt nem akarta a Fidesz megszavazni. Nos, jelen esetben ugyanezzel állunk szemben. Amikor korrupcióról van szó, akkor hazudozni megy a Fidesznek, szavazni nem. Úgyhogy efelől engem végtelen fölháborít, még egyszer mondom, és természetesen nem futhatnak meg ezzel a kérdéssel, igenis válaszoljanak a kérdésekre. Lázár János is, a hazudozás az megy neki, nyílt vitára gyáva. Várom Lázár Jánost egy nyílt vitára. Köszönöm szépen mindenkinek, további szép napot kívánok. Viszontlátásra, és köszönöm képviselőknek a részvételt.